Amennyiben csak a statisztikát nézzük, szedgyőzelem nélkül 3-0-ás vereséggel zárta a Kaposvár elleni extraliga mérkőzését a DVTK röplabda csapata. Ugyanakkor a hazai élvonal 11. fordulójának miskolci találkozóján a házigazda minden szetten belül mutatott jó periódusokat, de az 5. helyen álló Kaposvárnak mindenre volt válasza, és így idegenben is begyűjtötték a győzelemért járó pontokat. Farkas Mihály távozását követően immár Szabó Éva irányítása mellett első hazai mérkőzését játszotta az Extra Ligában a DVTK. Egy korai pontváltással indult a találkozó, ám ezt követően sebességet váltottak a vendégek, és 14-4, majd 19-9 is volt javukra, így pedig nem volt meglepetés, hogy 10 pontos különbséggel hozták az első szettet. Ezt követően, mintha egy ismétlését látnánk a nyitó játékrésznek, pillanatok alatt 7-1-re elléptek a kéksárgák a második szedben, de a hibák ellenére is nagyot küzdöttek a piros-fehérek, és 15-10-re felzárkóztak, esélyt teremtve egy szoros végjátékra. Ám amikor igazán kellett, mindig tudott váltani a Kaposvár, és izgalommentessé tették a folytatást, 25-14-re megnyerve a második szettet is. Szép diógyűri pontokkal indult, aztán a folytatás rákapcsolt, a meccsben maradásért küzdött a házigazda, 6-5-nél megszerezve a vezetést is. Ekkor játszottak tulajdonképpen a legjobban a piros-fehérek, és a végjátékra fordulva is csak 22-20, illetve 23-21 volt a hátrány. Ugyanakkor a legfontosabb pillanatokban mindig volt egy-egy extra megoldás a vendégcsapatnál, akik ennek köszönhetően 25-21-re nyerték a szettet, így pedig DVTK Kaposvár 0-3. Mindig mentünk az eredmény után, holott az volt igazából a kérés, hogy igyekezzünk mi tartani azt a 2-3 pontos előnyt, és ők próbáljanak meg a mi eredményünk után futni, de ez igazából nem sikerült az első két szedbe. A harmadikba kezdtek ráharapni és ráérezni a játék ízére, meg a küzdésre. Hát fejbe még rendbe kell tenni őket, és ezt a küzdőszellemet hamarabb elő kell belőlük csalogatni. A folytatásban február 19-én szombaton a jelenleg harmadik pozícióban álló Vasas vendégeként szerepel majd a DVTK. Mindezek után újra a hazai pályán küzdve teljesíti majd a szezon egyik legfontosabb mérkőzését a csapat, amikor is az MTK látogat majd a Népkerti csarnokba.